Tisztettel köszöntöm a Franco TV nézőit. Tbilisi után ugye Zólyombrézóban kezdi meg a Fortuna Liga új idényét a DAC, és remek hangulatban mondhatni, egy vidám barak van itt. Nem tudom, nyelvészetből jól vattok, srácok? Ez a vidám barak, ez most ilyen nyelvészeti kérdés, mert van két vidánk, egy vidám volt eddig. Ugye adtam egy olyan címet, hogy Trencsén belőtt két gólt a Christopher, és akkor olyan címet adtam a László Csabának, hogy vidám, vidám, te mindenem. A hazám, hazám, te mindenemre. Most egy komolyra fordítva a szót, hát Isten hozott Máté. Először is engedjétek meg, hogy őt köszöntsem, már csak azért, mert egy napon van a születésnapunk, majdnem egyidősek vagyunk. Pár év különbséggel, de március 8. Ugye azt tudod, hogy a halak csillagjegy az ilyen művész. Elég művész vagy a pályán is? Mondjuk ezt Tbilisiben nem nagyon láttuk, mert sikerült összeművészkedni egy sárga lapot. Komolyra fordítva a szót, szereted a kreativitást a pályán? Először is köszönöm a köszöntést. A horoszkópokkal nem vagyok annyira tisztában, úgyhogy nem vagyok ezzel tisztában, de a művészkedéssel kapcsolatosan hát remélem, hogy tudok majd itt bizonyítani. Az a célom, azért jöttem. Úgyhogy az a sárga lap meg azért poén, de kellett. Úgyhogy az a legfontosabb, hogy tovább jutottunk, és reméljük, hogy tovább folytatjuk ezt a jó szériát. Megmondom őszintén, hogy egy kocsmában néztem a meccset, a Patonyréti kocsmában, a Kontár Zoli szülőfalujában, aki már gyirmótól lövi a gólokat, és hát ott a 80. percben azt mondtam ott a drukkereknek, többek között Kontár Zoli apukájának, hogy biztos vagyok benne, most egy kicsit komolyabb lesz az interjú, hogy biztos vagyok benne, hogy egy-egy lesz a meccs, mert azt láttam az arcokon, hogy teljesen nyugodt mindenki, és a 80. percben kiesésre álltunk, aztán jött egy 10 perces csoda. Christopher, te már nem voltál a pályán, de a többek itt nem húztak azóta, hogy azért jutottak tovább, mert lejöttél. Hát te egy komoly ember vagy, de mit szólsz ehhez? Hát úgy gondolom, hogy tényleg ez mentálisan dölt el, ott voltunk végig fejben. Most azt, hogy nem voltam a pályán, szerintem előtte rengeteget kellett dolgozni, hogy ez az eredmény összejöhessen, úgyhogy én örülök, hogy ezt összehoztuk, és tényleg, hogy a Bajó fejjel sikerült be ezt a két gólt megcsinálnia, de szerintem ez tényleg csak csapatmunka volt, és az, hogy nem adtuk fel, és tudtuk, hogy itt egy gól után, hogyha azt bekapják, akkor jöhet akár a második is. Köszönöm, majd még visszatérünk. Hát köszönöm ezt a komolyságot is, hogy picit komolyabbá tetted az interjút. Nálam ez evidens, hogy mindig egy kicsit hangulatot oldom, és aztán komolyan kérdezem Zsoltot, hogy nehéz volt dönteni, mikor aláírtad a 3 éves szerződést, mert mindig ilyen diplomatikusan nyilatkoztál, Isten hozott itthon először is. És hát te döntöttél, vagy a menedzser? Vagy visszajöttél? Teljes mértékben én döntöttem így, hiszen úgy gondolom, hogy itt többet tudok fejlődni, mint egy olyan csapatban, ahol busztolni és újra belekerem a csapatba, úgyhogy úgy gondolom, jó döntést hoztam. Akkor azt sem zavart meg, én úgy láttam, hogy nem zavart meg, most a két gólpassz, a két beadás után, ezt úgy gondolom, hogy utólag lehet nyugtázni, hogy Rossi kihagyott a kezdőcsapatból kétszer is. Hát erre számítottam, hiszen a felkészülést nem csináltam itt, 3,5 napot nem játszottam, úgyhogy szépen lassan, fokozatosan próbálok formára lendülni, úgyhogy így volt. Edzővel megbeszéltük, hogy értesített róla, hogy így számít rám, úgyhogy ezt teljesen elfogadtam. Ha már megjött Marin Ljubicsics, akkor először is gratulálunk a horvátoknak. Gondolom értetted. Gratulujem meg Hrvatsku. Ikeď si tam nebol, keby si tam bol, tak možno bude zlato. Dobro si toto povedal. Ne, stačí srebro, ale vieš, máme tie Maďare mladé tu. Dúfam, da oni získajú to majstrovstvo svieta, vieš. Ale majú čas, majú všetko i Rosija dobrog trenera už i pozna i dúfam, da ih zavola, da njih treba zavola do repre, do maďarske repre. Na szóval azt mondtam, hogy ha már megjött Ljubicsics, várjál még egy pillanatot, csekkálj. Szóval, nagyon jó ez az interjú egyelőre, megpróbáljuk még komolyabb mederbe terelni. Szóval azt mondtam, hogy gratuláltam neki, hogy a Horvátország ezüstérméhez, bár lehet, hogy ott lett volna, akkor arany lesz belőle. De nem véletlenül jött ide Ljubicsics, mert talán neked az ő szerepkörét szánja az edző. Legalábbis Tbilisibe ez történt, ha bár új edző van. Ha 10 meccs után csak 5-ször leszel kezdő, akkor elégedetlen leszel magaddal? Vagy az edzővel? Abszolút nem leszek elégedetlen, türelmes játékosnak tartom magam. De tényleg egy olyan keretünk van,
aki bármikor, bárki pályára tud lépni. És úgy gondolom, hogy tényleg most nem pont a Marin posztjára érkeztem, mert egymás mellett is el tudunk játszani ugyanúgy. És az én véleményem az, hogy őnek is a pályán a helye, de nagyon sok ilyen játékos van a keretben, aki a kezdő 11-be való, és ki fog maradni adott esetben a kezdőcsapatból. Szóval mindenkinek küzdeni kell a helyért. Az a lényeg, hogy a csapatnak jól menjen, azon felül már minden mellékes. Habár ugye az Euroligában ugye 25 év után szerepelt a DAC, és hát a DAC neve mellett az a rövidítés, hogy SVK, de hát a DAC azért egy magyar csapat. És hát nekünk a szívünk csücske, hogy megint három magyar van itt, innen is üdvözöljük Mervó Bencét, és hát kívánjuk neki, hogy lője az NB1-be a Győrt. Egy gólt már sikerült, és így van, nem? Így van, igen. Tehát hajrá, Bence, Győrben. És hát Christopher, te nagyon erős játékos vagy mentálisan. Mit írtál fel arra a bizonyos papírra? Mert tudom, hogy mindig ilyen papírokra felírod, hogy ebben a szezonban ezt akarom elérni, mint Dac és mint Vida Christopher. És hát a meccs előtt is fantasztikus nyugalommal és önbizalommal nyilatkoztál. Egy másik Dinamót is le tudunk gyűrni? Úgy gondolom, hogy le tudunk gyűrni, persze. Szerintem főleg, hogyha feljutunk a buszra először, le fogjuk győzni, szerintem le fogjuk, ezt nem tudom így kimondani, viszont úgy gondolom, hogy megint csak megteszünk mindent azért, hogy már az első meccsen olyan eredményt tudjunk kiharcolni, ami elég lehet arra, hogy mondjuk idegenben egy döntetlen jó legyen nekünk, szóval szerintem nagyon sok fog azon múlni, hogy mi itthon mit tudunk csinálni ellenük. Az olyan Brézóról szándékosan nem kérdeztem, de az edző nevével kapcsolatban még annyit, hogy nagyon tetszett az edzés, megnéztem, és hát az edző neve, ez egy ilyen furcsa, az a neve, hogy Hiballa, és a hib az szlávul azt jelenti, hogy mozgás, a balla meg ugye értelemszerűen mit jelent labdát, tehát a mozgás nélküli, a labda nélküli mozgás, vagy a labdával való gyorsaság fog dönteni Zoyon Brézóban, mert abban biztos vagyok, hogy elhúzzuk a három pontot, de hogyan? Hát igen, reméljük, hogy elhúzzuk a három pontot. Egy új edzőt, új filozófiát próbál rálőtteni a csapatra, úgyhogy holnap meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, úgyhogy ez rajtunk fog múlni, hiszen az edző az 24 alatt nem nagyon tud mit csinálni, úgyhogy mi rajtunk és a mentális és a fizikális dolgokon fog múlni, hogy milyen állapotban vagyunk. Én tippelek a meccs előtt, hogy három magyar lesz a kezdő csapatba. Egyetért? Meglátjuk. Kiderül holnap. Kettő biztos, és hát három pontot hozzunk. Köszönöm szépen, srácok, hajrá, magyarok, hajrádat!